természetesen nálunk is egy kicsit jobban Bartók Éva. Ez, amikor Bartók Éva van, és mi vagyunk a Bartók Opera Fesztivál, vagy Színpadi Zenés Fesztivál, Edith, gyere te is ide, légy szíves, Zeked itt megérkezett közbe, téged is köszöntünk, és majd ő is fog beszélni valahogy. Tehát amikor Bartók évet írunk, és Bartók Fesztivál vagyunk, akkor én úgy gondoltam, hogy ezt a legcsodálatosabb dolgot, most már innentől használom a trilógiát, engedelmükkel, ezt színpadra állítjuk, sőt, még hozzáteszünk még valamit, megnézzük, teszünk egy nagyon komoly művészi kísérletet, hogy van-e ez még tovább, lehet ezt még tovább fokozni. Reméljük, hogy ez a kísérlet pozitívan sül el, és igen, van hova tovább fokozni, és hogy csinálunk tetralógiát ebből a trilógiából. Azt hiszem, hogy nyilván a teljesség igényével nem tudok nyilatkozni, de az elmúlt 20 évben, vagy 16 évben Miskolc meghívta azokat a produkciókat, amiket ki tudott fizetni, elérhető közelségben volt, tetszett, stb. Nyilván maradt ki, ami nem került oda, és ott lett volna a helye. De tulajdonképpen ez egy luxus, hogy mi most megcsinálunk erre a fesztiválra egy ilyen tetralógiát, de igazán azt gondolom, most nincs más választásunk, mert ebben az évben a Bartók Fesztiválon a világ szeme, és meg kell mutatni, hogy ha már Bartók évnek hívjuk ezt az évet, akkor mi mit gondolunk a három Bartók színpadi műről. Tehát így jött az a koncepció, hogy egy nagyon nagy szabású zászlós hajója legyen idén a fesztiválnak, és ugyanezt a szót használta Hoppár Péter államtitkár úr is a bevezetőnkön, illetve a beharangozó, tehát a műsorhirdető sajtótájékoztató konduktőnkön a Bartók Opera Fesztivál, ennek a Magyar Bartók Évnek a zászlós hajója, ezt mi büszkén viseljük, és ennek a zászlós hajónak a zászlaja az pedig egyértelműen ez a produkció. Egyelőre én most ezzel gondoltam kezdeni, és akkor ugye onnan kezdődött, hogy akkor hogy lehet egy szuperprodukciót összehozni. Az ott kezdődik, hogy egy non-plusz-ultra szerepoztás. Komlós-Jugi, komlós-Jugi.